A fehér gyarmati székhelyű, felső-tiszavidéki, többcélú kistérségi társulás és a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács Viatisza elnevezéssel indított képzéseket a turisztikai ágazatban tevékenykedő szakemberek, vállalkozók számára. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló, határon átnyúló projekt keretében Kárpátalja turisztikai életének fejlesztési lehetőségei és kitörései pontjai címmel szerveztek konferenciát. A Tiszacsomai Honfoglalási Emlékpark látogatóközpontjában megtartott rendezvényen Mester András, a KMTT elnöke elmondta, a képzések a kárpátaljai turizmusban szereplőknek segítenek abban, hogy minél jobban fel tudjanak készülni a turisták fogadására. Marianna Hotra, a Kárpátaljai Katonai Adminisztráció turisztikai és üdülési főosztályának vezetője úgy fogalmazott, várjuk a győzelmet és a turistákat a világ minden részéről. Kiemelte, Kárpátalján mindig is virágzott a turizmus, aminek most különös jelentősége van. Відновлення, туризм, позитивні емоції, які впливають на людей. Gondoskodnunk kell a lakosság lelki feltöltődéséről az orosz agresszió ideje alatt is. Azért, hogy az ideérkezők pozitív élményekkel térhessenek vissza otthonukba, és újult erővel tudják élni az életüket. Jelenleg főleg anyukákról és a gyermekekről van többnyire szó, akik például olyan vidékekről érkeznek, ahol gyakoriak a rakétatámadások. Itt nyugodtan sétálhatnak az erdőkben, megnézhetik a történelmi nevezetességeket. Tehát a turizmus fejlődése Kárpátalján az egész ország számára fontos. Örülök annak, hogy a háború ellenére a nemzetközi partnereink egyetlen beindított projektünkből sem léptek ki. Ez reményt keltő, hiszen a külföldi befektetések bevételt jelentenek az országunk számára, és lehetőséget a nevezetességeink felújítására. Új turista útvonalak létesítésére. Köszönet ezért a külföldi partnereinknek. Olekszandr Sersun, a Kárpátaljai Idegenvezetők Szervezetének elnöke is a turisztikai ágazat fejlesztésének fontosságáról beszélt. Rámutatott, hogy a látogatóközpont szomszédságában átadott jurtatájház például egy jó kezdeményezés. A látogatók nem csak megnézhetik a kiállítási tárgyakat, megismerkedhetnek a korabeli magyarok életvitelével, hanem ki is próbálhatják például az ijászkodást, a későbbiekben a tervek szerint lovagolhatnak is. Tehát van egy jó elképzelés, amit hozzáértően valósítanak meg itt Tiszacsomán, ahol megvan a lehetőség a bővítésre. Az itteni szakemberek látják a lehetőséget egy turista útvonal kialakítására, amely minden bizonnyal sok érdeklődő vonz majd ide. Tudjuk azt, hogy bizonyos okok miatt most többségében belföldi turisták keresik fel Kárpátalját, akik megtudhatják, hogy ez a vidék Magyarország és Ukrajna történetében is szerepel. Pontatilag a háború, azt gondolnánk, hogy minden esetben forgalomcsökkenést eredményez. A szakmai előadások témái között szerepelt például a háború hatása a beregvidéki borturizmusra, vagy a vendéglátóipari egységek forgalmára. A kutatás nagyon érdekes eredményeket produkált és mutatott be a számunkra. Voltak egyes olyan vendéglátó egységek Beregszász városában, ahol forgalomcsökkenést tapasztaltak a vendéglátók. Viszont pont az ellentett példát is megfigyelhettük, voltak olyan vendéglátó egységek, ahol konkrétan forgalomnövekedést, mégpedig 150%-os forgalomnövekedést generált ez az egész háborús helyzet. Illetve egy nagyon meghökkentő példa az egyik vendéglátó egység, azt tapasztaltuk a kutatásunk során, hogy az adott intézménynek a vezetője elmondta, hogy van olyan vendége, aki a háború kitörése óta nála tartózkodik, tehát ott foglalt szállást, mint gyakorlatilag állandó vendég az adott intézményben. Valószínűsíthetően ez annak köszönhető, hogy egyelőre kivárnak ezek az emberek, akik Beregszász városába érkeztek, nem mennek vissza a saját lakóterületükre, Ukrajnát elhagyni sok szempontból nem tudják, ezért gyakorlatilag szállodai szobákat fizetnek, akár hosszú távon is. A konferenciának kézzelfogható eredménye is volt a résztvevők számára. Étterem beindításán fáradozunk a családunkkal, ami már többé-kevésbé már kész van, csak igazából most ez a háború ez befolyásolta ezt a dolgokat, és reméljük, hogy minél hamarabb egy békésebb és élhetőbb úton elindulva ezekből a
gasztronómiai tapasztalatokból merítve, a helyi sajátosságokra építve, tehát hogy a magyaros ételekből egy ízelítőt, hogy kimondottan, tehát hogyha a belföldi ukrán turista is érkezik hozzánk, ugyanúgy, ha reméljük, hogy már az anyaországból is fognak egy idővel visszatérni, és akkor egy helyi sajátosságot, ez a Bereg megyei fő gasztronómiai vonalnak a sajátosságait tudjuk bemutatni majd ebben az étteremben, és ez egy nagyon hasznos dolog, tehát hogy itt egy kapcsolatcsere és a többi étterem tulajdonosokkal tudunk igazából erről konzultálni. A turizmus még attól függetlenül, hogy ennyire nehéz és hányatott sorsa van itt Kárpátalján, Ukrajnában, ettől függetlenül nagyon népszerű a turisztikai tanszék, és a fiatalokat úgy tanítjuk a főiskolán, hogy igenis szükség lesz a ti munkátokra. Tarpai József, a KMTT elnöke kifejtette, noha a turisztikai ágazatnak nem kedvezett a koronavírus és a háború, de jövőkép mindig kell, hogy legyen. Próbálunk itt szakembereket bevonni, attrakciófejlesztésre, több olyan képzés is volt, hogy bemutassuk azt, hogy hogyan lehet összekapcsolni a magyar-ukrán határon ezeket a turisztikai attrakciókat, és ebből majd kiadvány is fog születni. Most megpróbáljuk bemutatni, hogy milyen kutatások voltak ezen a napon, akár mondjuk a gasztronómiába, a borturizmusba, de ugyanúgy a látványosságoknál is, akár legyen ez egy épített örökség, vagy várak, templomok, illetve természetvédelmi területek is, hiszen elég sok van, hál' Istennek itt Kárpátalján, és én azt gondolom, hogy így együtt, mint Kárpát-medencében, amúgy is tulajdonképpen egy térség, ez egy nagyon jó járható turisztikai útvonalak lesznek a jövőben. Az épített örökség, ami alapvetően megjelenik, említettem ugye a természetvédelmi területeket, tehát hogy a Szinevéri-tó, a Kárpáti Bioszféra Rezervátum, az Ungi Nemzeti Park, tehát ezek mind olyan védett területek, ahová érdemes elmenni, akár ősszel, akár tavasszal, de télen is, hiszen a síturizmus is megjelenik. De természetesen nálunk talán itt az alföldi részeken inkább a gasztronómia, ami nagyon erős, tehát hogy itt azért találkozik a magyar konyha, az ukrán konyha, tehát hogy olyan gasztronómiai ételek vannak vendéglátó egységekben, amit érdemes bemutatni, fogyasztani a turistáknak, és természetesen itt van a borturizmus, a pálinka turizmus, tehát ezek mind olyan, amik vannak évszázadok óta, ezek az értékeink, és tulajdonképpen ezt el is lehet adni, tehát hogy pénzt lehet ebből keresni, tehát ez nagyon fontos, hogy ez egy mellék jövedelem lehet itt a kárpátai családoknak. Nagyon sokan belevágtak, nagyon sokan otthagyták, de azok az emberek, akik maradtak, és még mindig ebben látják a jövőket, őket próbáljuk biztatni, információt adni, akár pályázati lehetőségekről is, hogy igenis ne adják fel, és ahogy elmondtam a bevezetőben is, tulajdonképpen a fiataloknak ez egy lehetőség, hiszen a II. Rákóczi Ferenc főiskolán, a turisztikai tanszéken egyre több jelentkező van, és mi azt tanítjuk nekik, hogy hogyan lehet majd a jövőben megélni tulajdonképpen a turizmusból. Ehhez ötleteket meríthetnek a KMTT honlapján, ahol folyamatosan jelennek meg a turisztikával kapcsolatos információk, újdonságok.